Sziasztok! Ezt a sorozatot azért hoztuk létre, hogy mikrotikkel kapcsolatos praktikákat mutassunk nektek, egészen az egyszerű alapoktól a bonyolultabb, komplexebb megoldásokig. Remélem élvezni fogjátok, vágjunk bele! A mai részünk a routeros SMS küldőképességeiről szól. Miért is kell nekünk az SMS egy routeros Miért jó nekünk ez a funkcionalitás? Egyáltalán mivel érhetjük el, és milyen hardvereket tudunk használni? természetesen ehhez szükség van valamiféle cellular interfészre, amivel a routerünknek rendelkeznie kell. Ez lehet egy külső modem USB-n keresztül, vagy egy belső PCI Express slotba rakott modem. Hogy is volt a régi szottyat Android telefon esete van? Igen, elő tudunk kotorni gyakorlatilag bármilyen olyan öreg telefont, amit már senki nem akar használni, de, de már de már okos telefon kategóriájú, lehet, hogy az akkumulátorom ez meg is halt, és hál' Istennek a router OS ben van implementálva tethering is, tehát bedughatjuk egy USB kábel el a routerünkbe, ami még hajlandó és ezt tölteni 500 milliamperre folyamatosan, tehát el fogja látni a, a, mobiltelefont árammal, és akkor ez egy mobil interfészként tud működni, akár mobil backup funkciót is tud ellátni a, a ezzel, és természetesen SMS-t is tudunk rajta keresztül küldeni. Ezeket a külső interfészeket, ha mondjuk USB-ről beszélünk, ugye kétféleképpen tudjuk használni és igénybe venni a sem belül. Van a klasszikus ilyen PPP interfész alapú működés, talán ez a legősibb modell. Ilyenkor valójában AT parancsokkal történik az operáció kommunikáció ezekkel az eszközökkel, és azzal különböző csatornákon különböző funkcionálatásokat tudunk kikényszeríteni ezekből az eszközökből. Limitált is egyébként hozzá kell tenni ilyen esetben az átvételi képesség, csak azt hiszem ilyen 20 megabit környékén a korlátozó. És uh, ami ma már az elterjedtebb mód, és így szeretjük inkább az interfészeinket használni, ez a valódi LTE vagy ilyen uh, modem interfész mód, amikor egy valódi interfészként látjátok megjelenni a router és később különböző szolgáltatásokhoz, különböző funkcionalitásokhoz használni azt. Milyen eszközök vannak a kezünk ügyében, amik erre képesek, mert oké, okay, hogy a USB-vel, Androidos telefonnal, Tetheringgel megy. Hát az outdoor környezetben nem eleg ideálisabb, nyilván ezt nyilván. érezhetjük. De például LHG LTE. LHG LTE esetén tudom. Annak a sima vagy a hatos LTE interfészsel szerint. a SXT esetén is ez megvalósítható, és a beltéri úterekben is. Ugye hát a, a, az eltap, az eltap mini, mi van még? A, gyakorlatilag az összes um, LTE képes routere, a hc 3-nak van egy LTS verziója, az Audience-nek van egy LTS verziója. Sőt, a Shatoo-nak is van. A Shatoo-nak is van. Hát a Satunakban hát az, ez meg abszolút. Az egy elég komoly berendezés ráadásul. Van. Én ma ettől egy kis, kicsit egyszerűbbel készültem, egy Eltap Mini van előttem. Ebben az Eltap ben mint látjátok, itt adott egy ilyen interfészmódban működő ö, LTE kártya, interfész modul ami Jelenleg már beüzemelt állapotban van, tehát van a sim kártyánk, megfelelő PIN kóddal konfigurálva, stb. APN-nel, francnyavajával, de ugye ez SMS szempontból nekünk valójában nem érdekes. Van. Hiszen az SMS küldés az nem -e az LTE csatornán keresztül történik, hanem GSM vagy a 3G hálózatnak a használatával. Tehát teljesen független a, a kapcsolattól is, meg a routernek az egyéb ip kapcsolatától. Hát miért kellhet nekünk az, hogy a, a router az sms tudjon küldeni, vagy mi tudjunk küldeni a routernek SMS-t? Hát, hát van az a szituáció, hogy túlságosan magányosak vagyunk, és szeretnénk, hogyha valaki küldözhetne nekünk üzenetet, de ennek nem sok gyakorlati haszna van. Sokkal izgalmasabb dolog az, hogy ha van valahol távolban egy routerünk, amit amit nekünk felügyelnünk kell, és ha ez a router ez elveszíti a hálózati kapcsolatát, akkor messziről pontosan úgy néz ki, mintha az a router megszűnt volna működni, mert mondjuk valamilyen hardware probléma miatt, vagy esetleg elveszítette a, a tápellátását, és emiatt nem látjuk. Ilyen esetben ugye a router képességét használva tudunk is rövid programot írni, ami bizonyos események esetén automatikusan meghívódik, és mondjuk küld nekünk egy sms hogy elveszett a hálózati kapcsolatom. Vagy akár minden éjszaka, mondjuk este 9 órára időzíthetünk magunknak egy SMS-t, amiben jó ét, kedves gazdám üzenettel tudatja a router, hogy még mindig életben van és mindig működik. Na de viccet félretéve hol is érhető el az SMS küldési lehetőség? Ez a Tools SMS menüpont alatt található, és ezt elővéve egy konfigurációs panelre jutunk, ahol az alapvető beállításokat kell megtennünk először is, hogy milyen módon működik ez az interfész, amiben beépített, vagy amit éppenséggel külső USB-sként használunk, ugye vagy Serial, vagy LTE interfész mód. Ha LTE interfész mód, módot választunk, akkor nyilván a megfelelő elte interfész szeriál esetén pedig a megfelelő portot, a system ports alól, És a kontroll És a hozzávaló csatornát, ez elég fontos, ezt érdemes mindig kikeresni az adott eszköznek az alatlapjáról, hogy melyik kontrollcsatorna való a, az at kommandokkal való kommunikációra. De amúgy a MikroTik weboldalán a wiki.mikroTik.com-on is van egy nagyon klassz táblázat erről, hogy az általuk támogatott és ismert modemeknél mi a jellemző konfiguráció. Ha egy kicsit tovább mélyedünk a beállításokban, akkor kapásból a panel tetején a üzenetek fogadásával kapcsolatos engedélyező checkboxot találjátok, és valójában ezzel a pár kattintással már képesítettük a routerünket arra, hogy üzenetet küldjön és fogadjon. Na de milyen lehetőségek vannak még? tetszőleges üzenetet, tetszőleges szöveges üzenetet tudunk küldeni így SMS-en keresztül, ami történhet a felhasználói felületről, gui keresztül, történhet céléből és történhet természetesen scriptből is. Ami fontos, és azt mindig elfelejtjük, hogy itt azért vannak limitációk, sajnos a rútervas nem támogatja azt a korszerűbb üzenetkódolási megoldást, amikor már akár emojikat, vagy nem eszki karaktereket, tehát akár latin kettes karaktereket is küldözhetünk. Tehát csak a GSM 7-es kódolási szabvány szerinti karakterek engedélyezettek, és ugye 160 karakterben ö, meg van szabva sajnos egy üzenetnek a maximális hossza. De már ebben is rengeteg információt tudunk közölni saját magunkkal később. És a küldésen kívül ugye a fogadásnak is van egy nagyon-nagyon fontos funkciótása, hiszen miért küldenénk bármilyen üzenetet a routerünknek? Hát azért tudunk üzenetet küldeni neki, mert az üzenet segítségével ki tudunk váltani bizonyos funkciókat, tehát effektíve egy ilyen telefonos távirányításra van lehetőségünk. Természetesen megfelelő védelemmel, hiszen nem lehet az, hogy mindenféle jöttment ment, mindenféle parancsokat küldözget a mi kis rúterünknek, ami utána a szolga ezt végrehajtja. Ehhez meg kell adnunk egy szikretet a felhasználói felületen is, tehát bele kell konfigurálni a routerbe, és az üzenetben is ezt megszerepelnie kell. Illetve tudjuk korlátozni, hogy milyen előfizetői számokról fogadja a routerünk az SMS-eket, amivel utána mindenféle skripteket tudunk triggerelni. Ezt én rögtön demonstrálom is nektek, itt van előkészítve egy logger nevezetű scriptem, ami nem tesz mást, mint a, az MSG változóban küldött stringet, értéket fogja valójában a logba feltüntetni, mint bejegyzést. És ehhez ugye engedélyeztem az üzenetfogadási képességet, meg van adva a kötelező secret paraméterem. Ebben az esetben a saját telefonszámban megadva, mint uh, engedélyezett küldő. küldő. És most küldök egy üzenetet ennek a routernek, amiben ami kapcsán azt várjuk, hogy a logban mint bejegyzés meg fog jelenni. Üzenet elküldve, és látjuk, hogy meg is érkezett a megfelelő számról, és a kapcsolt üzenet is megjelent a logbejegyzésükbe. Természetesen a felhasználásoknak a lehetősége korlátlan és végtelen innentől kezdve, de egész klassz dolog, hogy paraméterezhető is, tehát akár egy változóval, változó tartalmának a megváltoztatásával tudunk különböző viselkedést, működést, paraméterezést kikényszeríteni a szkriptünkből. Így van, simán elképzelt, hogy vannak elmentes scriptjeink, amit utána szépen triggerelünk a különböző üzenetekkel. Itt látjátok, az üzenetnek a formátuma a következő. A CMD2-es ponttal kell kezdenünk, ugye a második paraméter maga a szikret, amit megadtam a konfiguráció során. A script, mint kulcs szó, az kötelező. Ez fogja utasítani a routert, hogy melyik scriptet kell a System script szalól futtatni. Ugye itt a logger került feltüntetésre, mint ahogy azt itt a, a fenti példában is láttátok. És a, az MSG változó, illetve annak az értékadása történik. A, maradék szekcióban, ami ugye egy opcionális paraméter már, tehát elhagyható, hogyha csak egyszerűen egy script futtatását szeretnénk triggerelni. Teljesen egyszerűen elképzel azt például, hogy a routerünket egy SMS segítségével újraindítjuk valahol a távolban. úgy gondoljuk, hogy éppen újraindítani szeretnénk. Ez biztosan gyorsabb lesz, mint hogy valaki oda menjen, és uh, utána kihúzza és bedugja. Még annál is gyorsabb, hogy valakinek egy SMS küldünk, aki a rúter mellett van, hogy ő húzza ki és dugja be a router tájéről. És kérdés, hogy azt fogja kihúzni és bedugni, amit szerettünk volna. Volt már ilyen. Ennyit az SMS képességekről, hamarosan újabb résszel érkezünk. Sziasztok! Sziasztok!